köszöntöm a nézőket. Ismét egy emlékkönyvadás, én Csuka Tibor vagyok. Köszöntöm a stúdióban Pap József nyugállományú polgármester urat, aki Ásszent Lászlóról érkezett hozzánk. Én is nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, és természetesen várom a kínpadon a kérdéseket. Reméljük, hogy nem kínpad lesz. Józsi, arra gondoltam, hogy először egy picit beszélnék a te családodról, amivel a kedves nézőknek egy képet próbálom bemutatni, hogy honnan is érkeztél te. Arra kérlek, hogyha valamit rosszul mondok, akkor nyugodtan szólj közbe és mondd, hogyha változtatni kell ezeken a leírásokon. Bemutatva a családotokat, annyit kell rólatok tudni, hogy édesapád csongrádi születésű, Pap Ádám, édesanyját pedig Tisza újfalusi lányként érkezik majd a gáttéri Tarjányi Majorba, ahol ők találkoznak. Édesapád gulyás ember, édesanyját pedig a helyi szolgáló a major központjában. Zeffer Franciskának hívják édesanyádat. Édesapádról elmondtad, hogy egy tevékeny ember, egy megvalósító ember, saját maga készítette, építette föl a család tanyáját gáttéren, ahol többek között elvégezte a gazdatiszti iskolát is, illetve ilyen újításokat vezetett be, mint például a dinnyét termesztett, ami nagyon sikeres üzlet volt az ő számára, és próbálta a családot minél jobban, ugye jobb helyzetbe, anyagi helyzetbe hozni. Később aztán tanácselnöknek hívják Jász Szent Lászlóra, itt már ugye Jász Szent László képbe kerül, és először még gáttéren laktok, és utána pedig átköltözik a család Jász Szent Lászlóra. Viszont van két év, 1952 és 54 között, amikor meghívják Kiskunhalasra ugyanebbe a pozícióba. Azután pedig a Jász Szent Lászlóiak annyira hiányolják és szerették őt, hogy visszahívták a településre, és innentől kezdve tulajdonképp a család története, a te történeted az Jász Szent Lászlói. Te ekkor általános iskolába a harmadik osztályt kezded meg, ugye októberben érkeztek vissza, és októberben tudsz csatlakozni az osztályhoz, ekkor 9 éves vagy. Kérlek, arról mesélj nekem, hogy ebből az első 9 évből mi maradt meg, milyen emlékeid maradtak meg, és különösen érdekel természetesen a gáttéri életetek. Hogyan éltetek? Hát nehezen. Az 50-es éveket nem kell lecsetelni senkinek. Úgy gondolom, hogy önmagáért beszél az 50-es, aki tudja, vagy történelemből, vagy megélte. Még vannak olyan emberek, akik megérték ezt az időszakot. Kevés volt az ennivaló, sok volt a munka. Édesanyám eljárt a TSZ-be dolgozni, hogy pénzt keressen. Édesapám az pedig ilyen szervezéssel foglalkozott, elvégezte, Gödön elvégzett egy ilyen gazdaképző tanfolyamot, és akkor később őt kinevezték ilyen gazdasági felügyelőnek, a Kiskunfélegyházi járásihoz gazdasági felügyelő volt. És 50-ben, amikor a tanácsrendszer kialakult, akkor a párt úgy döntött, hogy elindítja Jász Szent Lászlón tanácselnöknek. Meg is választották, és annyira jó sikerült neki itt beilleszkedni, hogy a párt kezdeményezésére elkerült Kiskunhalasra városi tanácselnöknek, és ott is letette a névjegyét, az ő nevéhez fűződik a csipkeház felújítása, tehát ott olyan regettje iskola felújítása, illetve az ott végzett munkájáról aranykönyvbe meg van emlékezve. Ott 54 októberi tájékán megkeresték Jász Szent Lászlóról egy küldöttség, hogy
Ádám bácsi, jöjjön már vissza Jászent Lászlóra, mert itt megkezdődött a padlássöprés, meg hát nem úgy mennek a dolgok, ahogy a maga idejében. És akkor ő bejelentette a pártbizottságnak, hogy hát őt megkeresték Jászent Lászlóra, és ő úgy érzi, hogy ő neki ez a városi munka, ez nem is annyira való, úgyhogy hozzájárultak, visszakerült Jászent Lászlóra. Jászent Lászlón októberben érkeztünk vissza, már egy hónapja folyt a tanítás, amikor én becsöppentem egy közösségbe. Tudták, hogy a tanácselnöknek a fia vagyok, de hát mi nem úgy éltünk, hogy ezt így kimutattuk volna. Nagyon jó barátságba kerültünk mindenkivel. Én hetedik gyerekként, élő gyerekként, 9-en voltunk testvérek, 2 testvérem meghalt időközben már, 2 bátyám, 6 lány, 3 fiú. És amikor az általános iskolát befejezted, akkor jött a továbbtanulás, ekkor nővéred, gondolom, segít neked, hiszen ő akkor már Cegléden lakik, tanul, ugye? Cegléden van, és végül is te Cegléden egy ottani középiskolát választottad. Melyiket és milyen szakon tanultál tovább? Hát a Török János mezőgazdasági technikumot, akkor még nem volt ez a neve, csak mezőgazdasági technikum Cegléd. Oda mentem, mert a nővérem a kísérleti gazdaságban volt fenológus, és a kutatóintézet nem jó kapcsolatban volt ezzel a technikummal. Úgy ő albéletben lakott, én pedig kollégiumba kerültem ott. Uh-huh. Itt is nagyon jó közösség volt, nagyon szerettem sportolni, ott tanultam meg kosárlabdázni, és harmadikos koromban már megyeválogatottságig vittem, annyira jó volt hát érzékem volt a kosárlabdához. Nem magasságom az 170 centi, 171 voltam a legmagasabb időszakomban, amikor legmagasabb voltam a növekedésben. Sokkal finomabb játék volt, mint a foci vagy a kézlabda. Igaz, hogy te kacérkodtál a jogi pályával is? Hát miután humán beállítottságú vagyok, szerettem a történelmet, a magyart, szerettem a verseket, most is szeretem, meg szeretek énekelni. Tulajdonképpen a matematikánál megfeneklett az én egyetemi tanulmányaim, megfeneklettek, úgyhogy nem tudtam folytatni. Igen. És akkor végül is így vissza is jöttél, ugye Jászent Lászlóra, de azt gondolom, hogy ennek azért volt más oka is. Nagyon szoros kapcsolatban voltál édesanyáddal, és az ő sorsát is próbáltad figyelemmel kísérni, illetve támogatni őt a mindennapokban, ugye? Hát kicsit olyan, nem mondom, hogy lelkizős típus vagyok, de eszembe jutott mindig az, hogy ő mennyit dolgozik. A 9 gyerek mellett mindig őneki kellett megteremteni azokat a lehetőségeket. Hát elsősorban itt a reggeli ebéd vacsora kérdéseket tudom mondani. Az akkori tanácselnök az nem volt túl fizetve. Még a városi tanácselnök se kapott az 50-es években mint 800-900 forintnál többet. Igaz, hogy az nem annyit ért, mint most, de arányaiban azért nem voltak annyira túlfizetve. De később se. És édesapámnak mozgalmas élete volt. Tehát ő is mindent a településé próbált megtenni. Édesanyám pedig azért, hogy a családot össze tudja tartani, ezért tett meg mindent. Hát bizony megtörtént, hogy kölcsön kellett neki kérni a szomszédból, vagy mit tudom én, valami, hogy tudjon venni nekünk valamit, amit megettünk. És 9 gyermek mellett el is ment dolgozni? El is kellett menni? Vagy hát az később? Az később történt, amikor visszajöttünk Kiskunhalasról, akkor 55-ben elhelyezkedett az óvodánál szakácsnőnek. És akkor egészen nyugdíjazásáig 12-ben született, és 67-ig, 55 éves korában ment nyugdíjba, addig ott dolgozott, hogy valami nyugdíja is legyen.
Amikor visszaérkeztél Jászent Lászlóra, te milyen munkát tudtál vállalni? Én ösztöndíjasa voltam a településnek, és mikor leérettségiztem, akkor jelentkeztem a járási tanácsnál, járási tanács mezőgazdasági osztályán, hogy végeztem, leérettségiztem, vittem a bizonyítványt, bemutattam, mert ez volt a kötelességem, mert ösztöndíjasként őtőlük kaptam az ösztöndíjat, most akkor nekik kellett bemutatni. És akkor az akkori osztályvezető, aki később munkatársam lett, ő főnököm lett TSZ elnökként, azt mondta, hogy nincs magára szükség, mert minden állás be van töltve, és itt a járásban nem tudjuk elhelyezni, menjen Isten hírével, amerre akar. Hát akkor eljöttem Majsára, a Kiskunmajsa és környéke vízgazdálkodási társulathoz, műszaki gyakornoknak. Hát a műszakhoz rajzolni szakra ez nem ismerős, sem, egyáltalán nem volt ismerős, de kaptam 1000 forint havi fizetést, és próbáltam a műszaki tudományokat elsajátítani. 65. április 7-én megkeresett a Kovács Jóska bácsit, Majsán ismerik sokan, ő volt az Újberázda TSZ elnöke, és mondta, hogy ő neki szüksége lenne egy kerületvezető agronómusra. És úgy gondolta, hogy én erre alkalmas lennék. És akkor itt vissza is csatolódik, hiszen a Ceglédi középiskolában mezőgazdasági végzettséget Igen. Technikusi oklevelet szereztem, de hát ez végül is nem, akkor még nagy dolog volt, de most már nem, hát ez egy általános dolog, hogyha valaki leérettségizik. Józsi, minden dátumra így emlékszel? Hát én örülök, hogyha az évet meg tudom jegyezni, te viszont a hónapot és a napot is mellé mondod. Igen, ez valami olyan adottság, hogy én a rendszámokat is tudtam, a fejből tudtam a traktorok rendszámait, a gépkocsik rendszámait. Még most is tudom az édesapám autójának a rendszámát, ami a városi tanácsnak a tulajdona volt, és ő járt vele Pestre, meg mit tudom, külön vidékre. MM416. Gondolkoztam rajta, hogy megmerjem-e kérdezni, de akkor most ezt... MM416, ez egy Hudson, ilyen amerikai nagy fekete autó volt, ilyenekkel ment az ávó behordani sajnos az embereket, ilyen hasonló valami nagy böhöm gépekkel. Aha. Akkor mondjuk, ha megláttak egy ilyen autót, az emberek azért óvatosan közelítettek, gondolom. Hát Zorán megírta, hogy és akkor jött az a nagy fekete autó, és akkor vitte a papát. Hát igen. Ezek rossz emlékű időszak volt ez az 50-es évek, a Rákosi rendszer. Visszajutottál, visszakerültél utána, ugye jársz Szent Igen, és akkor, mint új fiú, látták a tenni akarásomat új fiúként, kisztitkár. Örömmel vállaltam, mert közösségi ember voltam középiskolában is. Kisztitkárként 70 körüli kisztag volt. Nagyon sok gyalogmunkás, fiatal, nagyon sok szakmunkás volt ebbe a TSZ-be, mert a Kovács Jóska bácsi egy nagyon humánus ember volt, és a munkatársait is így válogatta össze. 65 április 7-éről beszélünk, 65 novemberben bevonultam katonának. Előtte jött két tiszta kiegészítő parancsnokságról, és megalapították, hogy hát az elvtársból jó felderítő lesz. Be is vittek a felderítő, tartalékos tisztiskolát végeztem Egerbe. Ahogy bekerültünk november végitől, december elején már sitalp lábunkon volt, teljes felszerelésben jobbrát, balrát, fekvetölcs, ilyeneket tanultunk. És amikor leesett az első, december 10-e tájékán, akkor már síki képzést tartottak.
és ez már mind második világháborús, még fehér volt a sítalp, fehér volt a, hogy tudod, az álcázás. Igen. Az miatt. Előbb, amikor soroltad a kedvenc sportjaidat, vagy ahogy miben vettél részt, a síelés nem volt közte. Ez nem is tartozik hozzá. Az, akkor volt, akkor azóta se volt síelés. Tehát nem mentél el utána nem. Így télen valahova sportolni? Ez az isaszegi gyerek, hát ő neki volt síelés a talpán. És a harcközi szünetekben, amikor volt szünet, akkor ő letett a... Akkor azt csináltunk, amit akartunk. És ő ilyen kis bukkanón ugratott, két-három lép, hát mondom, hát én papjóska, én ne tudnám ezt megcsinálni. Kiment a talpamon a föld, puffenc, puff, beleálltam fejje a földbe, kalimpált a lábam, össze-vissza mindenfelé, és hát megmondom őszintén, hogy elment a kedvem a síeléstől, ettől függetlenül a főhadnagyunk, az egész, volt úgy, hogy este 7 órakor elindultunk azimut szerint, tudod, ilyen tájoló, azimut szerint, és meg kellett érkezni, mit tudom, Eger Szalóknál valahol kötöttünk ki, és ott hókonyhót kellett építeni. Sátorlap, minden ott volt, meg a, ott voltak a sitalpak, és a sitalpakat így négyet össze raktunk, így, ilyen gúla alakba, és arra rátettük a sátrat. És akkor a gyalogsági ásóval meg hókockákat. És azt befettük, és tudjátok, hogy milyen meleg vagy? Tudod, hogy milyen meleg volt? Nem. Ott kellett egy óra hosszát eltölteni, akkor szétbontottuk, és visszamentünk a... És azt mondta, hogy fél óra múlva sorakozó, és teljes harci felszerelésbe sorakozó, és mindenki kristálytiszta legyen. Hát szóval furcsa volt egy kicsit. Ettől függetlenül, ahogy itt említed, azért ezt így élményként kellemes, vonult be kellemes a élmény volt. Emlékeid közé. Utólag nem. Vagy utólag kellemes, akkor nem. Igen. Visszajöttél Jász Szent Lászlóra. Igen. Folytattad a közösségépítést? Igen. Mi változott? Hogyan érkeztél vissza? Milyen helyre érkeztél vissza? Változott-e a két év alatt? 67, gyakorlatilag nem nagyon változott semmi. 67-ben szereltem le. 65, két évig voltam katona, akkor hadnagyként szereltem le. A tiszti vizsgát letettük. Hazajöttem, ugyanúgy folytattam tovább a munkát, ahogy előtte, és akkor volt divat egyesíteni a szövetkezeteket, minél nagyobb szövetkezeteket létrehozni, és 1974. február 21-én a Jász Szent Lászlói Aranyhomok, meg az Új Barázda TSZ egyesülés megtörtént. És nem a mi TSZ elnökünket választották meg TSZ elnöknek, hanem a másik TSZ, az Aranyhomok, akiről beszéltem, hogy ő volt a járási mezőgazdasági osztályvezető, aki engem eltanácsolt, mint József Attilát a Horger Antal úr. És valószínűleg jobban lobbizott ugye, az összevonásért, de azért nem menjünk annyira előre. Nem. Azért nem menjünk előre, mert megbeszélhetjük ezt az TSZ egyesítést is, de azért ez a két TSZ között azért nagy rivalizálás ment ott Jász Szent Lászlón. Hát megmondom őszintén, hogy a Jobbik TSZ, ez ahogy Jász Szent Lászlón van, a Bugac felől eső része, a Köves úttól Bugasz felőeső rész az volt a Jobbik TSZ, és én nem abba dolgoztam. Uh-huh. Ez nem azért volt, mert én nem abba dolgoztam. Nem azért volt rosszabb, mert én itt dolgoztam. Tehát nem, alapvetően nem. Ez a mi társaságunk, a Kovács Jóska bácsi humanitáriánus hozzáállása miatt. A jobban becsülte. Humánus hozzáállása igen. Miatt jobban szerettük az embereket. Hányan voltatok ebben a TSZ-ben? Családias? A 450 körül, ebből
agronómusok voltunk olyan 12-14-en. Mit csinál egy agronómus a TS-ben? Valószínűleg nektek kell először kiérni a terepre, hiszen ti irányítjátok a mezőgazdaságban dolgozókat. Jó, sejtem én ezt? Hát ez nem csak a mezőgazdaságra igaz, hogy a főnöknek kell ott lenni először, hanem általában mindenütt az a jó, hogyha a főnök van először ott, és csak utána vannak a beosztottak. Állattenyésztőnek is más a munkarendje, a kertésznek is más a munkarendje, a növénytermesztő gépüzemlő, ami én voltam. Én azt tudom legjobban, mert ennek éreztem a hátamon a súlyát. Én általában nyári időszakban, tavasztól őszig 4 órakor keltem, illetve bocsánat, 3:30-kor keltem, mert 4 órakor már kint kellett lenni, akkor indult a tankolás. 4-től 5-ig volt tankolás a traktoroknak, gépkocsiknak, minden olyan járműnek, amelyik aznap tevékenységet végzett. 5 órakor kirepült mindenki, és akkor elindultam ellenőrző körútra. Ha rendsodrózni kellett, akkor rendsodrózást néztem meg, a szántást, akkor a szántás mélységet néztem meg. Tehát én a magam részéről nagyon imádtam csinálni, nagyon szerettem csinálni ezt a eleve az emberekkel való foglalkozást, a szervezés, a véremben volt, most is a véremben van. Most egyszerűen hiányzik az, hogy valamit szervezzek. Mindig, én nekem a szervezés volt a legnagyobb tudományom idézőjelben. Ez volt a legerősebb. Ez egy erősségem, hogyha így mondják ezt mostanában, hogyha valaki írja az önéletrajzát, hogy mik a gyengeségeik, mik az erősségeik. Nekem az erősségem a szervezés volt mindig. Most így hirtelen eszembe jutott, hogy édesapád említetted, hogy lóháton járta körbe ugye a területet. Te mivel jártad a TS területét? Én biciklivel kezdtem. Nem volt jogosítványom, amikor hazakerültem. 65-ben volt egy kerékpárom, saját kerékpárom, nem szolgálti. Saját kerékpárra jártam a határt, a brigádvezetőm pedig motorra. Úgyhogy, ha én ott meg akartam csípni a brigádvezetőmet, akkor nagyon dörzsőtnek kellett lennem, mert általában tudtam, hogy melyik hölgy a támaszpontja. Tehát akkor felderítő tartalékos tisztként én becserkésztem azt a tanyát, és akkor rajta ütöttem. Hogy akkor most hogy vagyunk? Hogy vagyunk az Úr szín előtt? Minden héten a munka mellett szerveztétek a bulikat, és igazából ez a 70 kis tag, hát igazából mondta nem így van, de ezért voltak ők tagjai ennek, mert hogy valójában, ha valaki programon akart részt venni, vagy szervezni akarta a programot, akkor csatlakozni kellett ez az ifjúsági szervezethez, mert különben esélye nem volt találkozni emberekkel, vagy legalábbis szórakozni, ugye? Hát ez a Kovács Jóska bácsi, ez lehetőséget biztosított arra, tehát a konyhát megkaptuk, nem volt kis klub, de megkaptuk a konyhát, az étkezési konyhát, ott lehetett tartani az összejöveteleinket, és általában az mind tánca. Hát mint egy házi buli, egy kibővített házi buli. Olyan volt, és nagyon jókat szórakoztunk. Az hogy most ott politizáltunk volna, ez szóba se került. Tehát ez most hiába mondanak itt bármit, hogy most így volt, meg úgy, nem, mi szórakoztunk. Amott a másik TS-ben is volt 50 kis tag, ott meg volt egy pinceklub. Oda átmentünk, volt, amikor ők jöttek át, volt, amikor mi mentünk át. Meg ilyen szüreti bálakat mi szerveztük meg, a két kis alapszervezet. Lovakkal, különböző, földíszítettük a kocsikat. Tehát TS szintjén ment a rivalizálás,
A közösségteremtés szintjén pedig nem volt meg ezt, tehát összejártatok. Inkább azt mondanám, hogy a két TSZ elnök rivalizált egymással. Uh-huh. A kis bocskoros nemesek, azok még összemutyisztunk. Gépet cseréltünk, hogyha valami kombányt kellett, vagy kombány alkatrész kellett, vagy valami, mi meg tudtuk oldani egymás között. De a két TSZ elnök az... Talán ők rivalizáltak, uh-huh. De nem a Jóska bácsi, ott a Kanyó Pista volt, kicsit keményebb volt, tehát uh-huh. ő vonalasabb ember uh-huh. volt, de jobb is volt a TSZ-ük. Nem éltem meg ezt az időszakot, ezért megkérdezem tőled, hogy hogyan dőlt el, hogy ki melyik TSZ-hez tartozik? Ez egy ilyen szabad választás volt, vagy amelyik település részen lakott, akkor ahhoz a TSZ-hez kellett csatlakozni? Mert a te elmondásod szerint az egyik TSZ az egy nagyon barátságos, szinte családias hangulatot ápolt, a másik pedig egy hatékonyságra törekedő TSZ volt. Választhattak az emberek TSZ-t? Hát most, hogyha gondolj bele, hogy van egy település, mondjuk ez a Bugac felé eső rész, meg a Csengele felé eső rész, uh-huh. aki a Tanyán ott lakott, uh-huh. az természetes, hogy nem lehetett amott TSZ-nak, mert a főügyét ott vitte be. Hát csak már nem volt főügye, mert az nem az övé volt akkor. De vagy most kötődött hozzá? Hát persze, hogy kötődött. Tehát a parasztember az persze, hogy kötődött. Szóval hiába szántották be, hiába tették egy éjjel. Mindenki tudta, hogy hol volt a főügye. Aha. Tehát mindenki tudta, hogy mit vitt be a TSZ-be, mi volt az a... Hát ezt nem lehetett elfelejteni, főleg azoknak az embereknek, akiknek a 10 kör meg kopott uh-huh. utána. Uh-huh. Tehát nem lehetett örökölni lehetett földet, uh-huh. de szerezni keményen meg kellett dolgozni érte, hogy uh-huh. földet tudjon uh-huh. Elképzelhető magának. Az, hogy... ezek a földtulajdonosok, illetve parasztemberek, akik művelték a saját területüket, akár még titkosan még le is ásták, és ott voltak azok a mezsgye határok? Szóval, hogy várták azt, hogy ők visszakapják egyszer ezt a földterületet? Nos, Tibor, gondolj bele, hogy ha te tudod most, hol van a házadnak a négy sarka, uh-huh. vagy a telkednek a négy uh-huh. sarka, ő a parasztember hogy ne tudta volna? Uh-huh. Hát az a véribe volt neki. Uh-huh. Ő, hát nem véletlen az, hogy nem akarták. Az erőszakos TSZ-esítés az, amikor olyan határozatot hoztak, hogy mindenkit be kell hajtani a TSZ-be. Hát most ilyen történt ott nálunk is erőszakos TSZ-esítés. A szomszédba laktunk, a kultúrház mellett ott volt a szolgálati lakás, a tanácselnöki szolgálati lakás. És a 60-as években, 60-ban kezdődött ott az erőszakos TSZ-esítés. Kijöttek a gyári munkások, tűzoltó, ez az amaz. És volt ott a későbbi mi klubszobánk, ami klubszoba lett, oda vitték be a delikvenst, aki nem akarta aláírni a belépési nyilatkozatot. És csak egy történetet mesélek el, és az egyik Petőfi szállási sarokba lakó gazda, akinek az aláírásától függött, hogy most másik 10 aláírja-e, mert ő rá föltekintettek. Uh-huh. Ő lett később a brigádvezető itt ebbe az egészbe. Uh-huh. Ez nem akarta aláírni. Hát nem volt ő nagy gazda, hát most egy 3-4 aranykoronás területen, hiába volt neki 20 hold, csak alig tudott megélni a családjával. Nem. És ez már kuláknak számított. Ilyen agyament Igen. megoldások voltak. És nem akart belépni, és belépett az ajtón, és az egyik ilyen 180-190 centis tűzoltó, szintén arra lakó, de félegyházi határon, másik oldalon lakott, lehasított neki egy hatalmas taslit, hogy nem akarsz belépni, de sötét volt bent, és nem tudta, hogy kitől kapta a pofont, uh-huh. csak azért ennek általában
szokták mondani, hogy minek nincs gazdája. Ezt itt a képernyőben nem lenne célszerű bemondani. Tehát ennek a pofonnak se lehet gazdája, de kitudódott. És utána később ebből az emberből, miután ő volt az egyik élgazda, ott ebbe a kisebb TSZ-be TSZ elnököt csináltak. És ilyen előfogadta, bement Kiskunfi egyházára a piacra. És meglátta ezt a tűzoltó komát. Levette az ustort. Visszaadta? És visszaadta neki. Meg ustorozta a, hát mondjuk keresetlen szavak kíséretébe. Azt mondja, hát te voltál az, aki pofont adtál nekem. Annak híre megy. Igen. És ez az ember utána az összes kapát, kaszát, mindent beledobált a kútba, hogy ő életében többet kaszát, kapát nem vesz a kezébe, nem is vett. Uh-huh. Brigázvezető lett. Józsi, a közösségszervezésnek köszönheted a kedves feleségedet is. Igen. Ugye az egyik ilyen bulin ismerted meg? Hát 6 év van köztünk, 6,5 inkább. Nekünk jó közösségünk volt, hál' Istennek. Ő ugye Bene Margit. Bene Margit, meg. igen, az jól mondod. Bene Margit. Egyke. És a unokák azt mondják, hogy nem, a papcsalád nem 9 fős, a papcsalád 10 fős, mert a Margitka is. Tehát ő a 7. lány. Uh-huh. Én 7. fiú vagyok, ő a 7. lány. De szép. Tehát ő nagyon szereti a családunkat, és hogy úgy mondjam, sokkal jobban ragaszkodik, mint mondom, egyke, ő sokkal jobban ragaszkodik az én családomhoz, mint én magam, mert én is persze, hogy ragaszkodom hozzájuk. Visszatérve, volt egy ilyen ifjúsági klubunk, ahol egy nagyon lelkes pedagógus, aki elvált ember volt, és nem tudott a szabad idejével mit csinálni, de ő is nagyon jó szervező volt. Mi pedig nagyon jó alanynak bizonyultunk az ifjúsági klubba. Ő azt hangsúlyozta, hogy ilyen avantgard stílusba próbált bennünket nevelni, hogy nekünk ne mondja meg senki, hogy mit csináljunk, majd mi tudjuk. Hát ennek nem lett teljesen jó vége. A butább emberek, akik mondjuk nem tartottak az észén, nem kétszer álltak sorba, nem voltak teljes mértékben. De jó emberek voltak azok, csak az ital elvette az eszüket. Ezek egy ilyen templomi rendezvényen, ilyen karácsonyi rendezvényen, fönn a karzaton, hát illetlen módon viselkedtek, bepisítek a sarokba. Szóval ez egy elítélendő, olyan emberek, tehát meg is kapták a magukét, hogy mit kaptak, azt, vagy mire büntették meg, azt nem tudom, tehát meg nem mondom, hogy nem álltunk szóba velük utána, tehát ez egy botlás volt, de ez egy akkora botlás, hogy ezt nem lehet szavakkal kifejezni, hogy milyen förtelmes dolog az ilyen. Meg volt egy irodalmi színpadunk. Ez az irodalmi színpad. Betanultunk egy Ilési Pista bácsi, ez a név mond neked valamit. Ő volt a Petőfi gimnáziumnak a magyar tanára, de egy országos hírű magyar tanár. Igen. És a Drozdik Gyurkán keresztül, aki első számú jó barátként említettem, hogy nagyon jó barátságban voltam vele, őnek a közbejárására az Illési Pista bácsi kijött és betanította nekünk ezeket, hogy kell a verset elmondani. Meg voltak ilyen Buda Ferencnek versei, meg Buda Ferenc kis jött előadást tartani. Nagyon jeles írók voltak nálunk. Ha jól sejtem, akkor itt most újra elővehetted az irodalmi oldaladat, a humán oldalt. Igen. Akkor ez neked nagyon kézre állt. Mennyi ideig működött? Esetleg emlékszel rá, mondjuk, hogy hány színdarabot állítottatok színpadra?
Hát színpadra ilyen egész estét betéltő színpadi esemény az egy volt. Uh-huh. De ilyen betanult, ami országos verseny, ilyen aranyfokozatú díjat kaptunk, az Szolnokon volt, azt hiszem a döntő, és ott nyertük meg. 71-be körülbelül. Na, visszatérve 71-be, itt ismerkedtem meg a feleségemmel, ismertem, én tudtam, hogy ő kicsoda, de nem igazán voltunk kapcsolatban. Nem. Aztán robbant a szerelem, mert 72-ben már házasodtok is. Igen, igen. Ugye? Igen, 72-ben. 70-ben, 69-ben voltam vőlegény, uh-huh. Az nem jött össze, utána megismerkedtem a feleségemmel, és 72-ben, május 27-én volt az esküvünk, és 74. december 29-én született a nagyobbik lányunk, és 77. december 22-én, nekem a március az termékeny hónapnak bizonyult, meg az neki is, tehát úgy alakult, hogy 3 év különbséggel születtek meg a lányaink. Ivett és Krisztina. Ivett és Krisztina, igen. Igen. És hát így előre szaladunk, de hát meg vagy áldva unokával is. Hat unokám van, három fiú, három lány, három fiú, és ez úgy oszlik meg, hogy a nagyobbik lányomnál az Ivettéknél, ők Budaörsön laknak, uh-huh. Ott 2 fiú, 2 lány, most szombaton voltunk, pénteken voltunk a legnagyobb unokámnak a 8. ballagásán, Budaörsön, és a 2 kisebbik unoka pedig itt, uh-huh. Itt volt most, ma mennek vissza. Uh-huh. Hogy jutottatok el odáig, illetve te hogy jutottál el odáig, hogy 79-ben felkérnek téged tanácselnöknek? Hát ezt megelőzte egy kisiklás. Azt jelenti, hogy én nagyon szerettem agronómusként tevékenykedni. Mondom, a vérembe volt a szervezés, ízig-vérig imádtam csinálni. Szerettem az embereket, szerettem ott szöszmötölni a rendsodró körül, a szántók, csodálatos volt, amikor a fekete föld, vagy a barna föld, vagy mit, úgy, mint a könyv sora íródik, olyan, ezt én nem tudom így megfogalmazni, mint a költő fogalmazta, de nagyon szép, nagyon sok minden szépet adott nekem a mezőgazdaság. Meg a lucerna illata, amikor kazlasztunk, a lucerna illata, meg a silónak az illata. Nem az a büdös siló, ami már megrohadt, hanem a rendes siló, amelyik jól van kezelve. Ennek ez hiányzik, most is hiányzik még. Tehát olyan szívesen nézem azokat a szép búzatáblákat, amely a szépen megmunkált földet. Nagyon, még most is örömmel tekintem, meg a gazda gondosságát mutatja, hogy az odafigyelést mutatja. Tehát ettől kellett megválnom, mert volt ott nálunk egy nagyon jó pártitkár. Jó szándékú. Csak szerette az italt, szerette a hölgyeket, szerette a... Hát és ezt kicsit túlzásba is vitte. Tehát, de jó csinálta, tehát ezt tudom mondani, hogy jó csinálta, csak azokat nem csinálta jó, ami miatt távoznia kellett. És miután én KISZ titkárként, járási KISZ végrehajtó bizottsági tag voltam, meg ott helyben községi tanács tag, meg VB tag, hát
A TSZ elnökkel meg állandóan viaskodtunk, hogy most úgy döntöttek, hogy pártbizottság, hogy hát papelvtárs, te belőled nagyon jó pártitkár lenne. De előtte 2 éve léptem be a pártba úgy, hogy nekem eszembe se jutott, csak megállított ott a folyosón, azt mondja, hogy te pártag vagy már? Miért nem vagy pártag már? Hát mondom, nem értem meg még rá. Na majd akkor a TSZ elnök meg lesz, 2 ajánló kellett, a TSZ elnök meg ő lett az ajánlom, úgyhogy 72-ben beléptem a pártba, és akkor 74-ben azt mondta a pártbizottság titkára, kijött hozzám, hogy hát jó pártitkár. Tehát mondom, én nem értek ezekhez a dolgokhoz most, hogy nem szeretek beszélni sem, tehát nem erre készültem, nem ezt csináltam. Nem baj, te majd megtanulod. Küzdködve, de csináltam én azt szívesen meg. De nem úgy csináltam, mintha... Hiányzott az agronómusi munka. Hiányzott. Ebben végig mindig, még ott is szívesebben mentem úgy ki, mint agronómus, mint pártitkár. Hogyha kellett szervezni, mit tudom én, 10 népszabadságot, vagy pártélet folyóért, mert ilyen munkák is voltak. De mit csinált egy pártitkár? Hát főleg ideológiát. Hát beszélgetni kellett az emberekkel. Én szerettem a szocialista brigádokkal foglalkozni. Közösségekkel szerettem foglalkozni. Hát a lényeg az, hogy állandóan viaskodtam a TSZ elnökkel, hogy most a traktorosoknak emeljetek fizetést, vagy ti rendesen megkapjátok a fizetést, akkor fizessétek meg a fizikai munkásokat is. Tehát örökké vitatkoztunk vele, volt így, hetekig nem beszéltünk egymással. És nyugdíjba ment a tanácselnök, ezt 5 évig csináltam. Légióban is elég 5 év, ezt szokták mondani. Tehát 5 évig csináltam, és akkor nyugdíjba ment a tanácselnök, egy hölgy volt, a tanácselnök félegyházára járt ki. VB tag voltam, tanács tag voltam. És a Kanyó Pista, hogy megszabaduljon tőlem, ajánlotta az első titkárnak, hogy hát a Pap Jóskából jó tanácselnök lenne. De én életemben eszembe nem jutott, édesapám tanácselnök volt, de én nekem eszembe nem jutott, hogy én valamikor tanácsi vonalra lépjek. De végül is 79. január 15-én megválasztottak tanácselnöknek, és itt találtam meg azt a kibontakozási lehetőséget, amire én titkon vágytam. Tehát nem akartam csinálni, de titkon ilyen beosztásra vágytam, hogy ki tudjak teljesedni úgy, hogy ne tudjanak beleszólni olyan emberek, akik nem értenek hozzá. Kapcsolatteremtő készségem, az is az erősségeim közé tartozik. Kapcsolat megtartó készségem, az is az erősségeimhez tartozik, mert ez nem mindegy, hogy most egy kapcsolatot fölveszel, azt meg is kell tartani. Tehát volt egy atyai jó barátom, a dr. Horváth László, a Bugaci erdészet vezető. Ő hozzá, mint a Bugaci erdészet ilyen kiemelt vadászterülete, kormány vadászterületként jártak minisztériumból különböző emberek vadászni. Egy-egy agancsi komoly pénzeket kellett fizetni, és ők miután a minisztériumból jöttek, hát lőd le, és vidd el, hát jó, hát tudod. És azt mondja, hogy nyugdíjba ment, és találkozott 1-2 ilyen emberrel, akik előtte ott dőzsöltek vadászházba, ittak, ettek, tivornyáztak, elvitték a
trófeát. Azt mondja, nem ismertek meg. Ki vagy te? Nem emlékszünk. Azt mondja nekem. És teljesen igazolva érzem az ő általa mondattakat. Azt mondta nekem, Jóska, egyet jegyezd meg, hogy nyugdíjba mégy. Ő így járt. Kidőtt keresztfának nem köszön már senki. És ezt majd figyeld meg az embereken, akinek te segítettél, nem biztos, hogy utána észrevesz, vagy visszasegíti, vagy... Tehát, uh-huh. nagy igazság ez. Nagy igazság. Na, visszatérve, ezt kicsit elkalandoztam, de a gondolatmenetemhez ez hozzátartozott. Egyből belevetettem magam a sűreibe. Volt egy nagyon jó VB titkár, Kovács István, akivel több mint 30 évet dolgoztunk együtt, aki szakmailag nagyon ügyesen csinálta a szakterületet, a szakigazgatásnak a dolgait, és hát időközönként úgy is tartották számon, hogy dobogós VB titkár a megyébe. Így tartották számon. És azt, amit én kigondoltam, vagy menet közben eszembe jutott, hogy most ezt kellene megcsinálni, azt kellene megcsinálni, ő abba mindig a szakmai háttérre, a pénzügyi háttér bonyolításával ezekben nagyon nagy segítséget nyújtott. Milyen nagyobb projekteket tudtatok ott rögtön az elején, az első 10 évedben megvalósítani, amit Jászszent Lászlóra mondjuk oda tudtatok hozni? Hát most egy néhány olyan projektet mondok, amiben a megyeszerte is úttörők voltunk. Gázvezeték építés vonatkozásában az a Jobbik TS, az Aranyhomok TS, az áthozta Szankról a gázt a szárítóig. Uh-huh. És hát azon gondolkodtunk, hogy ezt a gázt jó lenne hasznosítani a településen is. És ez az első nagy projekt, amit megvalósítottunk. Volt egy nagyon jó országosi képviselőnk, a Falk Miklós, ő volt a KFV-nek a Szanki igazgatója, a Különös Földgázvezető Vállalatnak a Szanki igazgatója, és ő országosi képviselő volt. Uh-huh. És elmentünk az Országos Különös Gázipari Trösthöz, a Kanyó Pistával, a TSZ elnökkel, akkor már az Egyesült TSZ elnökkel, akivel én együtt dolgoztam, miután ők voltak ennek a szárítónak a tulajdonosai, és a gázt onnan hoztuk tovább. És ez az ember 1,7 millió forintot adott, ami akkor a költségvetésünk volt 7,6 millió forint. Az óriási szám egy volt. Egy ötödit adta csak arra, hogy a faluba a fővezetéket kiépíthessük. Uh-huh. És ott akkor az egész falut meg kivittük Bugacra is, egész a bugaci csárdáig, meg Órizgátra. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a hatáskörünkben lévő összes településen bevezettük a gázt. Mende mondák járnak, hogy ahhoz is egy kis fondorlat kellett, hogy egyre több Jászszentlászlói utca köves legyen. Na, ennek a története a következő. Villamosították, gyorsították, pályakorrekciót hajtottak végre a vasút vonalunkon, miután az észak-déli tranzit Szerbia felől Budapest felé tehertranzit itt bonyolodott ezen a vonalon. Uh-huh. És itt a pálya korrekciót meg kellett csinálni, hogy gyorsabban tudjon menni, 100 km-es sebességgel is tudjon menni a vonat. Egyszer járok a faluba, látom, naponta láttam egy ilyen
UASZ, egy GAZ 69-es autó ilyen kék lámpával. Megkérdeztem, hogy ki ez a koma. Azt hittem, hogy valami ilyen titkos rendőr, vagy mit tudom még tényleg. És te kék, mint a falu első embere, csak megkérdezed, hogy mit csinálod. Csak a kék lámpa tűnt föl. Na, mondták, hogy ez az építésvezető. Hát mondom, én ezt az építésvezetőt megkerestem. Vörös Gyula bácsinak hívták, városföldi ember volt. Mondom, Gyula bácsi. Bemutatkoztam neki illendően. Gyula bácsi, mondom, mit csináltok ezzel a kirostát? Mert kirostálták, és ott. Hát azt mondja, mit, amit szoktunk. Letúrjuk a két oldalra. Jaj, mondom, Isten alleni való vétekezi ilyesmit csinálni. Gyula bácsi, én elszállítom innen. Elszállítatom. Azt mondja, jó, akkor én majd fölrakatom, meg hát be is segítek szállításba. Hát azért vannak ilyen utak, mert építkezésnél az emberek ott hagyták a téglát, odahorták az utcára, nem vitték be, és azt ki kellett kerülni. A autogréder kinyomott ilyen 10-15 centi mélyen, két oldalra, 3 méter szélesen. Nem, mert mondom, 3 méter az elég egy ilyen mellék utcába, nem fő utca. Kinyomta, és akkor ide behordtuk. És az autogréder ezt el is. Ilyen kicsit alatt, vagy kicsit nagyobb követ először. Akkor még tudtam a 6-12-es, meg mit tudom, tehát ilyen, utána kisebb, az már kevesebb. Igen, először nagyköveket rakják, nagyköveket, utána kisebb köveket, és utána rálocsónak bitument, és az elbitumenesedik. Tehát ilyen utak épültek Jász Szent Lászlóra. És volt olyan, most már azért mondom, mert azóta meghalt ez a bácsi is, meg a vasútigazgató is. Tehát volt olyan, hogy ez a Vörös Gyula bácsi azt mondta, hogy hát mondom, nincs kövünk már, azt mondja, hát akkor most én elfordítom a fejem, és akkor két vagon követ behortunk Mittelén utcába, és nekünk körülbelül a 80%-ban így épült meg a Szankjász Szent László között is. Azt mondja, rajtatok kívül, én 40 éve vagyok a szakmában, rajtatok kívül ezt a követ, az ilyen követ senki nem használta föl. Az ott van a vasútárokban. Úgyhogy ez volt a másik legnagyobb projekt. A harmadik nagy projektünk volt a kábeltelevízió. Katel TV-vel együttműködve? Katel TV, hát a Holik Jancsival együttműködve. Ez mondjuk 10 milliós, de ez nem. A negyedik olyan nagy projekt volt a 96-ban a szennyvíz program. Azt meg is előztétek Kiskóma is át meg, vele. Nektek igen, hamarabb volt szennyvíztelep. A szennyvíz a megyébe az első 10-ben benne voltunk. Kicsit előre mentünk, de azért, ha nem baj, akkor visszakanyarodok egy kicsit a rendszerváltozás idejére. Jó. Mert hogy te tanácselnök vagy, és utána pedig folytatod tovább, mint a mi se történt volna, ugye polgármesterként. Hát, de azért nem volt ez olyan egyszerű helyzet. Nem. Biztos vagyok benne, hogy voltak olyan emberek, akik azt mondták volna, hogy na, elég a Pap Józsiból, most már azért új rendszer van, és legyen új faluvezető. Volt ilyen. Tehát olyan emberek is mondták, hogy na kopasz, meg focista koromba kopasznak hívtak. Hát, családi vonása Zefer ágon az összes, édesanyámnak a fiú testvérei mind ilyen kopaszok voltak. Tehát nem a huncutságba kopaszottam meg, de... Én azt hittem. Szóval voltak kihívóid? Voltak olyan hangok, hogy elég volt ebből a
a pap dinasztiából. Uh-huh. Mondjuk ezek a szirén hangok, ezek tehát ilyen mindig van. Uh-huh. Tehát nem föltétlen biztos, hogy ellenségeim voltak, de változás szerettek volna. Tudom, igaz? Nem tudom, nem milyen változás. Hát szóval tudod, azért engem nagyon sokszor megkerestek Majsáról emberek, uh-huh. hogy gyere már ide tanácselnöknek. Rácz testvérek például. Nem tudom, hogy hányszor elmondták. Hát mondtam, hogy én nekem Jász Szent László pontosan, tökéletesen kielégíti az én elképzeléseimet. Uh-huh. De a lényeg az, hogy volt egy tanárom, aki az MDF színeibe indult uh-huh. ellenem, és ez a tanárom, a magyar tanárom volt, akivel én nagyon, nagyon jó viszonyt ápoltam. Utána is, amikor, tehát már rendszerváltás után is jó viszonyban voltunk, meg addig is. Uh-huh. És őt indította az MDF, meg ő is akart is indulni. És hát összehívta a nagy gyűlést, 250-en körülbelül a kultúrházba. Összejöttek, és hát most tudod, az ember úgy van vele, hogy ha valamit akarnak rá mondani, azt a szemünkbe mondják. Uh-huh. Most, hogyha valamivel nincsenek megelégedve, akkor én soha nem csináltam retorziót azért, mert engem valaki alkalmatlannak minősített, vagy bármit mondott rám. Na most elmentem és leültem az első sorba, a feleségemmel együtt. És ő mindenféle, hogy, mert ezek ott bent isznak, kártyáznak, meg nem úgy csinálják, ahogy csináltak. Hát a önmagáért beszélt a teljesítmény. Hát szóval ezt nem lehet azt mondani, hogy nem csináltam semmit. És amikor befejezte, tehát elég furcsa dolgokat mondott, ami mondjuk nem nagyon állta meg a helyét egyáltalán, akkor szót kértem. Nézd, mindjárt először, hát hogyha meg sem fordult a fejembe, hogy ezeket én tételesen cáfoljam. És akkor mondom, hogy hát elnézést kérek, én nekem a tanár úr, a Matyi bácsi, a kedvenc tanárom volt. Én most se tudok rá semmi rosszat mondani. Dörgő taps, 70%-30% arányba. Folytattam, igen, megnyertem. És akkor képviselő lett ő is. Persze, hogy mindig ilyen ellenzéki volt, mert mindig jelenkezett ő, hogy pártag legyen, de hát nyilas volt az apukája, tudod, azt nem mond, mindenki tudta ott a féle, vagy Jász Szent László, vagy most semmi baj nem volt ebből. Uh-huh. Semmi baj nem volt ebből. Én nem foglalkoztam tovább. Uh-huh. Szóval megdobta, úgy érzékelted, megdobta kővel, visszadobta kenyérre. Hát én csak azt tudom mondani neked, hogy én nem kaptam vallási nevelést. Édesapám nem volt vallásos. Édesanyám az vallásos volt, de ő meg nem lett vallásos. Hát most nem akart ott. De a nagyszüleim azok templomba járó emberek voltak. Én úgy gondolom, hogy az életem, mert úgy éltem, hogy jobban betartottam a 10 parancsolatot, anélkül, hogy ismerném, idézőjelben nem tudnám felsorolni a 10 parancsolatot, de a szívem mélyén azért, hogy ne üljön, ne lopj, ne hazudj meg. Tehát ilyen dolgokat tudom, hogy benne vannak. Tehát jobban betartom, mint azok az emberek, sok ember azok közül, aki... Bejárt templomba, arra gondolsz. Soha semmi bajom nem volt ezzel. Uh-huh.
és rám fogták, hogy én vallást üldöztem meg. Tehát ilyen dolgokat. Hát ez nem tudom, hogy nem találnak ki jobbat, hogy végre fölélegzett a falu, amikor nyugdíjba mentem. A 32 év alatt egyébként így utólag volt olyan kritika, amire azt mondod, hogy megállta a helyét, és mondjuk változtattál volt, is rajta? Volt. Volt egy barátom személyes okokból behívott, és elmondta, hogy te egy öntelt, nagyképű, ilyen, olyan, amolyan koma vagy. Hát nem mondom, hogy jó esett, de ebből levontam azokat a dolgokat, amik úgy éreztem, hogy tudod, az ember csak ember. És amikor jobban mennek a dolgai, akkor hát képes azt hinni, hogy már vízen is tud járni. Hát időközönként nem mondom, hogy nem szállt el velem a sárga köd egy kicsit, hogy most ez is jó sikerült vagy itt. De mi munka volt az mögött? Milyen kapcsolatrendszer volt az mögött? Nem úgy kapcsolat, hogy én most valakit lefizettem. Elég volt csak annyi, hogy tudták, hogy ha azt ők meg ide segítenek benne, azt én megvalósítom. Tehát tűzzel, vassal, foggal, körömmel. Meg fogjuk csinálni. Meg is csináltuk. És soha nem görcsöltem. Tehát, hogy most itt van a nagy beruházás, mit tudom, 310 milliós beruházás, amikor volt 100 milliós a költségvetésünk, a szennyvízprogram, és 50%-ba támogatták, akkor nyakamba vettem az országot. Elmentem olyan kollégákhoz, akik már megvalósították, hogy ti hogy csináltátok, és annak alapján megcsináltuk mi is. 50%-os támogatottsággal. Úgyhogy vettünk föl kölcsönt, de ezt a kölcsönt 2 év alatt visszafizettük, meg akkor vettünk 3 autót. Volt ez alatt az idő alatt, hogy mondhatjuk nyugodtan, hogy erős hátországot kaptál Margit személyében. Igen. És volt, amikor esetleg ő tartott vissza? Tehát ő adott neked egy józan ítéletet hátulról? Mit köszönhetsz neki? Én őneki köszönhetem azt a két csodálatos lányomat, meg köszönhetem neki azt, hogy mindig kritikusan a beszédeimet is megkritizálta, és én soha nem beszéltem otthon a hivatali dolgokról. Soha nem. Már ez nehezményezte, de mondtam, hogy én nekem ezekről a dolgokról nincs mit mondanom, mert hivatali esküm van, hogy ilyen a hivatali. Hát én nem, de meg nem szabad hazavinni azokat a dolgokat, amik ott problémaként merültek föl. De az tény, hogy mindenbe megkritizált, hogy most esetleg valamit ne úgy csináljak, vagy ne azt csináljak, de kritikusom volt. És ültek. Tehát ő benne valami olyan tehetség van, amit az egyik jó barátom, aki iskolaigazgató volt, és őt is eltanácsolták onnan. Szóval az nagyon, nagyon a bögyönben van, mert ki volt neki még 2 év kinevezése, és nem tudtak vele mit kezdeni, hanem összevonták a AMK-t csináltak nálunk, nem volt AMK. Gamesz volt, de AMK nem volt. És így megpályáztatták az állat, természetesen, hogy nem ő nyerte meg. Tehát ez a bögyönbe volt, meg az is bögyönbe volt, hogy azokat a dolgokat, amit mi nagyon kemény munkával létrehoztunk. Volt év, hogy 25 szolgálati lakásunk volt, Tibi. 25 szolgálati lakás, és tele voltunk jobbnál jobb pedagógusokkal. Olyan pedagógus, az 100%-os volt a szakosan leadott órák száma. 100%-os, ami nagyon nagy dolog. Ez egy stratégia volt a részedről szerintem, vagy a részetekről, mert ha akkori időben, hogy
egy kis település akart szakos, akár tanárt, vagy éppen egy orvost, vagy bárkit hozni a településre, ha egy szolgálati lakást tudott felajánlani, az egy nagyon komoly érv volt, hogy valaki oda települjön hozzátok. Ez egy tudatos építkezés volt? Tudatos építkezés volt, tudatos. Hát minden fogorvosnak, állatorvosnak, orvosnak, tehát humánorvosnak mindig szolgálati lakása. Szóval a kedves feleséged azért a háttérből téged erősen támogatott. Kritizált is, de nyilván támogatott. Támogatott. Mert hogy azért sok időt nem tölthettél otthon, ugye, mert azért ezek a munkák egész embert igényelnek, ugye? Hát szégyellem is magam időközönként, mert egyszer elmentem, eltévedtem egy szülői értekezletre, és hát bölcselkedni akartam, hogy hát én is szülő vagyok, meg tudom, hogy mert a lányom az másodikos. Hát mondja a tanítónéni mellettem, hogy elnök elvtárs, harmadikos. Úgy bele tudtam volna sietni. Hát, egy éve elszaladt. Azért mondom, hogy ez a kisebbik lányommal történt meg. Térjünk egy kicsit rá a szabadidődre, arra nagyon kevésre, ami volt régebben. Amikor megbeszéltük, hogy találkozunk először, ugye nem titok ez, hogy a felvételünk előtt mindig van egy beszélgetésem az interjú alanyommal. Mikor megemlítettem az időpontot, akkor mondtad, hogy jaj, az nem lesz jó, mert a magyar válogatott épp a portugálokkal játszik, és hát ez szent számodra. Mert hogy van neked egy nagy szerelmed, ugye ez a foci, mint olyan, és aktív játékosként is nagyon sokáig űzted ezt a sportot. Együtt van a csapat, illetve hát mesélj erről az időszakról, hogy élted meg? Hát amikor a igazi szerelmemet, a kosárlabdát abból kifolyólag, hogy Ceglédről hazakerültem Jászszent Lászlóra, itt nem lévén kosárlabda csapat, az meg nagyon sok időt elvett volna, hogyha én most Félegyházán kosárlabdáztam volna, mert ott volt MB2-es csapat, tehát biztos, hogy befértem volna, mert tehát volt érzékem a labdához. Ezt abba kellett hagynom, akkor ráfeküdtem a focira, itt beálltam a jesébe, és hát 47 éves koromig ezt űztem, ezt a futballt, és hát tanácselnökként, mikor 79-ben tanácselnök választottak, akkor egybe megörököltem a sportkörelnöki funkciót is, és mindezt egészen 32 éves működésem ideje alatt 32 évig sportkörelnök is voltam, ami nagyon terhemre volt, nem úgy volt terhemre, nem volt pénz. Pénzt kellett ezeknek az utazásra, hogyha saját kocsi vagy vidéki játékos, és saját kocsi, akkor a benzinköltséget kifizetni neki, meg busz kifizetni, hogyha busszal mentünk. Meg nagyon nagy segítség volt nekünk a két TSZ. Hol az egyik adott buszt, hol a másik adott buszt, tehát ezeket koordinálni. Sokkal több bajom volt a sporttal, a tanácselnökként, mint a faluval. Tehát ezért mondom, hogy de szívesen csináltam, de ez most itt bele a kamerába mondom, hogy nehogy azt higgyék, hogy a sportvezetőnek a élete az fenékig tejfel. Ultizni is nagyon szeretek. Van egy nagyon régi csapatunk, megboldogult Csábolszki Laci is csapattagunk volt ebbe az ultis csapatba. Volt négy vagy öt Majsai, két Szanki, 5-6 Jászszent Lászlói, meg Móricz Gáti. Tehát ilyen társaságunk volt, de sajnos az élet az könyörtelen. Elmentek közülük már vagy négyen. De azért még most jövő pénteken is erőködünk most, hogy a pandémia felszabadult, most már a csapatok összejöhetnek. Ultizni össze szoktunk jönni,
Fix a helyetek? Vagy változtatjátok mindig lakások, vagy van valami fix hely? Nem, megvan adva, hogy kettő fő, van mondjuk most a Lászlók következnek, és a Lászlók azok állják a kaját, a piát. És tehát ebből is rendszer dolgoztatok rendszer, ki, hogy működik van, az így, egész. Így van. Hogy most kikövetkezik, de meg is van, az élet hozza magával, mert a János az december, az István az december szintén, akkor ezek párosítanak. Péter, én egy Györgyel vagyok, egyik március, György, meg április. Tehát egy Györgyel vagyok együtt. Több mondatodban jó néhány elődödre utaltál, vagy legalábbis olyan emberekre, akiktől példát vehettél. Vagy pozitív, vagy negatív példát. Például megemlítetted ugye a Gajdócsi Istvánnak a nevét többször is. Ez egy ilyen tudatos szintén a részedről, hogy megjegyzed, hogy mit lehetne tanulni attól az embertől, illetve hát, hogyha látsz egy negatív példát, akkor mit ne köves? Tudatos. Így történik? Gajdócsi Istvánt én nagy formátumú embernek tartottam, de nem csak én, hanem az édesapám is. Gajdócsi meg volt győződve, hogy a megyébe senki nem tud jobb halász lehet főzni, mint ő. Délbe, mi lesz az ebéd? Kérdezi tőlem a Jóska. Na öreg, így ez volt a... Na öreg, mi lesz az ebéd? Mondom, főnök, halászlevet, nem tudom, szereted-e? Azt mondja, hogy itt halászlevet, nem tud főzni, itt senki halászlevet rajtam kívül. Főnök, azért kóstold már meg. Háromszor szedett. És azt mondja, hogy te! Nem is tudtam, hogy nálatok is, hol van az ember, hozd ide. Akkor kérlek szépen, azt mondja, hogy mit akartok építeni? Mit akartok építeni? Mondom, hogy főnök, itt a horgásztanyán ilyen vizes blokk. Mennyi pénzből lenne ez? Mondom, egy 500 000 forint. Egy héten belül ott volt a számlánkon a 500 000 forint, a Szigeti Péter bácsinak leadta utasításba, ő volt a pénzügyi osztályvezető, hogy Péter, akkor a papjóskáiknak 500 000 forint vizes blokk építésre. Ott volt a számlánkon. Ez a te kapcsolatépítési technikád, illetve hát ezt erre szerintem születtél, és azt gondolom, hogy ez a 32 év, amit eltölthettél a településed vezetésével, az teljes egészében a te időszakod volt, olyan, mintha te személyiségedre tervezték, vagy teremtették volna, ugye? Tehát, hogy kellett hozzá... Szerencse kellett hozzá. Ez egy szerencsés találkozás, a település és a te találkozásod, ugye? Az időszak is szerencsés volt nekem. Igen. Nekem szerencsés volt az időszak is, mert az, hogy most az én ebbe semmiféle olyan dolog nincs, ami azon kívül, hogy ha én nem kezdeményezem, akkor biztos, hogy nem valósul meg. Ez ennyi csak. De az, hogy összejöttek ezek a dolgok, azoknak az embereknek a bizalma, akik engem ismertek, talán ez vitte előbbre a dolgokat. Uh-huh. Nem az, hogy én most többet dolgoztam valakitől. Nem kellett többet dolgozni, mert az, hogy beinduljon egy projekt, az ott kell sokat. Meg hogy meglegyen a háttere, az nagyon sok energiát. Meg még egyet elmondtam egy ilyen értekezleten, hogy mindig az volt a baj egy-egy pályázatnál, hogy kiírták a pályázatot, és nem volt kész terved. Én ott elmondtam a ilyen nagyobb, nálam nagyobb tudású emberek előtt, hogy én úgy gondolom, hogy arra kell fölkészülni, és erre legyen fölkészülve egy vezető, hogyha valamilyen projektet kiírnak, arra legyen kész megvalósítási terve. Én nekem az fiókom mindig tele volt ilyen. Előre
elkészített tervekkel, amit a képviselőtestéről ülésen jóvá hagytunk, hogy majd ilyen fejlesztéseket fogunk megvalósítani, azt én már apró pénzre váltva ott legalábbis tanulmányi szinten, hogy be lehessen a pályázatot nyújtani. És ezért bírtunk sokszor pályázatot nyerni, mert ott volt a megvalósíthatósági terv az asztalfiókba, és azt be tudtuk nyújtani, és akkor nem futottunk ki a határidőből. Záró kérdés következik, illetve kérésem. Mindig megkérem az interjú alanyt, hogy üzenjünk a jövő nemzetékének. Te az élettapasztalatoddal milyen jó tanáccsal szolgálnál? Én azt az élettapasztalatot szűrtem le, hogy amit csinál az ember, azt csinálja jó szívvel. Amit csinál az ember, azt csinálja lelkesedéssel, legnagyobb odaadással. Én, nekem az volt a szerencsém, hogy az volt a munkám, ami a hobbim. Én nekem a hobbim a szervezés. Tehát a feleségem annyira tudja már, hogy mikor nem érzem jól magam, azt mondja, hát valamit vagy foglald le magad, szervezzél valamit, szervezzél meg egy ulti csatát, vagy valamit. És akkor mindig megnyugszom, kiadom magamból. Tehát, és szeresse csinálni az ember azt, amit csinál. Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad az életutadat a kedves nézőkkel. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Pap József, nyugállományú polgármester úrnak köszönjük, hogy itt volt a stúdiónkban. Egy ilyen momentum marad mindig hátra, hogy az emlékkönyvbe fogunk beírni a fényképünk alá. Annyi kérésem van, hogy általában szokott lenni valami idézet az aláírásod, az aláírás mellett. Nekem van egy ötletem erre. Kidőlt Keresztfának. Abszolút, tökéletes. Kidőlt Keresztfának. Nem köszön már senki. Szerintem ezt írjuk be az emlékkönyvbe is, jó? Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget.